Arról a nap elején beszéltem ennek az egész planning programnak, illetve ennek a helyi gazdaságos planning programnak mi a célja. De rögtön egy dolgot tisztára szeretnék tenni, hogy itt a kutatók, illetve a programban résztvevők között nem volt vita, csak azóta voltunk néhány vidékfejlesztési konferencián. Hát azt nem mondom, hogy harsány vita volt, de azért definíciós problémákat tapasztaltunk, hogy mi a csoda az a helyi gazdaság, és hogy hogyan lehet és kell-e egyáltalán elhatárolni a szociális gazdaságtól. És onnan köztünk nem volt vita, de mi azért azt mondanánk, hogy igen. Hát amit szociális gazdaság címszalat értnek, és erre vonatkozó fejlesztési forrásokat allokálnak, azt egy más ügyként kezelnek. Tehát helyi gazdaság alatt mi azt értjük, amely kifejezetten gazdasági, piaci elveken ezeknek a figyelembevételben megvalósított helyi fejlesztési projekt. Tehát aminek a végén, amiben a bevételteremtés, a jövedelem generálás és hát a gazdasági fenntarthatóság egy elsődleges cél. Természetesen azt nem mondjuk, hogy a szociális gazdasággal nem kell foglalkozni, és azt is tudjuk, hogy van és kell is, hogy legyen kapcsolat a szociális gazdaság és helyi gazdaság között, de a szociális gazdaság az vagy egy lépcsőjeként, vagy pedig egy segítő eszközeként határozható meg a helyi gazdaságnak. Volt egy gödöllői konferencia, ahol az egyik eltés tanszékvezető professzor azt mondta, hogy jó, hogy mi azzal kezdjük minden előadásunkat, hogy definíciós problémák vannak, de hogyha ezt így idáig el tudjuk mondani, akkor folytassuk a mondatot, hogy és szerintünk a definíciója a gazdaságnak az, hogy. És ezért a tanulmányunk elején adtunk erre vonatkozóan egy definíciót, amit mi hát talán elfogadhatónak gondolunk. Az nagyon fontos, hogy helyi erőforrások mobilizálásán alakuljon ez az egész. Az nagyon fontos, hogy legyen helyi együttműködés, és amint az elején is mondtam, az is nagyon fontos, hogy az egésznek legyen egy gazdasági racionalitása, azaz jövedelmet állítson elő az az adott projekt. A célcsoportról sokat nem beszélnék, de azért ez is egy megkerülhetetlen kérdés, hogy egy-egy ilyen helyi gazdaságfejlesztő projektnek ki legyen a célcsoportja. Ha azt nézzük, hogy 10 évvel ezelőtt beszéltünk erről a kérdésről, akkor más volt a helyzet, mert akkor még volt egy többé-kevésbé, és ezt aláhúzom, többé-kevésbé stabil falusi középosztály, alsó középosztály, amely valamennyire tudta biztosítani az egzisztenciáját, akkor még élt a háztáizásnak, valamennyire a hagyományai még tovább éltek, ebből valami jövedelmet tudtak generálni, és valamennyire fönntartották a főket. Nagyon fontos, hogy ennek a középrétegnek azért az eszközei megvoltak a termeléshez, mert valamennyi földterülettel is rendelkezett. Ma ez a generáció a legtöbb olyan faluban, például azokban a falvakban, amiket itt a Szabolcs is említett, ez a generáció gyakorlatilag eltűnt, ez a réteg eltűnt, úgyhogy már azt lehet mondani, hogy ezeknek a falvaknak a teljes lakosságát célcsoportnak lehet tekinteni. Számunkra, mint autonómiás munkatársak, nyilván a cigányság egy fontos célcsoport, de az is egészen biztos, hogy amikor helyi gazdasági projektekről beszélünk ezeken a településeken, akkor nem lehet csak cigány célcsoportot bevonó projekteket fejleszteni, semmi értelme, csak a helyi feszültséget generálnánk vele. Mindig azt mondom, hogy a start, meg hát közmunkaprogramok. Ugye éppen múltkor bizonyítottam, hogy mikor indult a start, nem a start, hanem egyáltalán közmunkaprogramok mikor indultak, és én azt hittem, hogy 5-6 éve, de akkor kijavítottam, hogy 96-ban, nem is, mikor, mit mondtak, bocs, kijavított egy polgármester, és meg is mondta, hogy pontosan az elsőtán 2002-ben indult, vagy valami ilyesmi lehetett. És emlékszem, hogy indultak ezek a programok, akkor lasszóval kellett fogdosni az embereket, hogy vállalják el a közmunkaprogramba való részvételt. Hát nagyon egyrészt stigmatizáló is volt az ezekben való részvétel, másrészt meg hát nem voltak motiváltak az emberek. Nagyon nagy arányban, a mostaninál jóval nagyobb arányban cigányok vettek részt ezek a falusi közmunkaprogramokban. És ha most megnézzük, akkor sorban állás van a polgármester hivatalban, illetve hát ugye Lakatos polgármester mondta, hogy most már annyi státuszt kaptunk, hogy be se tudjuk tölteni. Ez év elejétől valóban igaz, hogy most aztán tényleg a polgármesterek nem tudják szinte betölteni ezeket a státuszokat, de a tavaly évben még az volt jellemző, hogy hát ha nem is verekedtek, de kifejezetten sorban álltak ezekért a közhasznú státuszokért, tehát megszűnt ez egyfajta cigány programnak lenni, a helyi középosztály is úgymond ráfanyolodott arra, hogy ezekbe beleálljon ezekre a projektekbe.
ezekben a foglalkoztatási programokban. Megfogalmaztunk általános elveket egy támogatásosztási, egy számunkra hát hatékony vagy hatékonyabban működni képes támogatási programmal kapcsolatban, amely támogatási program ezeket a lokális gazdaságfejlesztési tevékenységeket tudná finanszírozni. Aztán az itt lévő pláne, akiknek tereptapasztalatuk van, hogy elmondják, és ezt nagyon kérjük is, hogy ezek mennyire ülnek. Tehát, hogy ezek valójában mennyire alapoznának meg egy ideálisan, ideálisabban működő támogatási programot. Az teljesen bizonyosság, hogy nincs, nem lehet egységesen alkalmazható modellt alkotni, már csak azért sem, mert Szabolcs is említette, hogy a látatvizsgált településeken a legtöbb kezdeményezés az agráriumhoz kötődött. De nem szabad csak erre szűkíteni. És az is igaz, hogy az agrárium is egy eléggé széles valami, tehát lehet persze kecskével foglalkozni, de ugyanúgy lehet energianyár, fűzzel, meg lehet foglalkozni gyümölcs termesztéssel is. Teljesen más megközelítést igényelnek ezek a tevékenységek. És akkor még arról nem beszéltünk, amiről Szabó szintén beszélt, hogy őrült nagy eltérések vannak helyi társadalom és helyi társadalom között. Tehát az már egyszer biztos, hogy egy ilyen támogatási konstrukciónak hatalmas rugalmasságot kell adni a helyi jellegzetességet figyelembe vételéhez. Ha nincsen helyi akarat, nem helyben találják ki, hogy mit akarnak kezdeni, mit akarnak csinálni, akkor abban nem nagyon lesz semmi. Tehát azok a kezdeményezések, látunk egy pár ilyet, hogy biokertészetet alapítunk, nem mondom meg, hogy hol. Oda megy valaki, aki bele van szeretve a biokertészetbe. Az emberek egyrészt UFO-nak nézik, de hát ugye mivel akkora nélkülözés, hogyha az UFO-nak, UFO azzal kecsegtett bennünket, hogy valamennyi kis pénzt vagy terményt kapunk tőle, akkor az UFO-nak akár a sziklába is ültetünk borsót, hogyha azt mondja, hogy csináljuk azt, de az emberek nem értik meg, hogy mi ez az egész, aztán szétszélednek, nem lesznek motiváltak. Nagyon fontos az, hogy előzze meg egy hosszú fejlesztési, közösségfejlesztési folyamat ezt az egészet, hogy az emberek vagy maguk találják ki, mit akarnak magukra kezdeni, amíg nem képesek rögtön kitalálni, akkor valahogy eljuttatni őket arra a szintre, hogy kezdnek-e közösen gondolkodni valamin, amiből aztán majd lesz valami, de az egy nagyon fontos tapasztalat, hogy onnan kell, helyből kell ennek az akaratnak származni. Nagyon nehéz megugrani azt a szintet, hogy nullából legyen valami. Tehát azokon a telpéseken, ahol már van valami, ott sokkal könnyebb elkezdeni fejleszteni, sokkal könnyebb azt a vertikumot bővíteni, akár sokkal könnyebb akár a technológián fejleszteni, de ahol éppenséget semmi nincsen, az emberek ott üldögének, motiválatlanak, semmiféle termelő tevékenység nem folyik, ott nem lehet egyből azzal az ambícióval indulni, nem lehet a támogatást úgy kihelyezni, hogy na, holnaptól emberek kertészeti programot csináltak, és mint a kertészeti jön létre ezzel és ezen a településen. Aztán nem kell magyarázni miért. Ezeken a településeken egy, akár két évnek el kell ahhoz tenni, az emberek lássák meg azt, hogy ez egyáltalán tud működni, motiváltak legyenek, kapjanak pozitív példákat, és az is egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen lecsúszott vagy anonimikus közösség esetében nem lehet azt elvárni, hogy 100 gazdálkodó, vagy 100 bevont emberből mind a 100 gazdálkodóvá váljon, ez nonsense. Meg nagyon józan indikátorokat kell meghatározni, és ezt is lépésről lépésre lehet velük elérni. Azt gondolnánk, hogy 6-7 év kell egy ilyen tényleg egy nulláról induló projekt esetében, hogy valahol valami mérhető jövedelemgeneráló tevékenységig el tudjanak jutni. Ez a 6-7 év, ezt nagyon, most mindannyian tudjuk itt, hogy ez a 6-7 év, ez már akkora időkeret, ami ennek még a fele sem nagyon szokott általában egy támogatási konstrukcióba beleférni. Márpedig, ha mezőgazdaságról és a mezőgazdaság szezonalitásáról beszélünk, akkor ott nem lehet egy-két, tehát talán még 3 éves programokkal sem sikeres elérni, már hogyha nulláról indulnak. Az is fontos, hogyha kapnak időbeli kifutást ezek a lokális projektek, akkor nagyon világos fejlesztési lépcsőket kell meghatározni, mert azt sem gondolnánk, hogy mindenhol garantált a siker. És ezeket a fejlesztési lépcsőket, ha meglépik, akkor tudjanak tovább lépni egy másik szintre, de van, ahol azt kell mondani, hogy az
hogy újra kell gondolni a kabátot, újra kell indítani az egész fejlesztést, mert hogy ez nem egy jó irány, de az biztos, hogy nem tűnik célszerűnek úgy leszerződni mondjuk ezekkel, bármi is legyen az a támogatott, már is legyen a szervezeti formája a támogatott hát entitásnak, leszerződni 6 évre, vagy akár ugye emlékezzünk az IKVER-re 3 évre, és ebbe a szerződéses kötelembe gyakorlatilag benne marad a támogató is, meg a támogatott is, és az egészből egy ilyen körmagyar alakul ki, hogy a támogató próbálja menteni a menthetőt, aztán ilyen mutyiban hazudják össze az indikátorokat. Tehát lehetővé kell tenni ezeknél a támogatási konstrukcióknál azt, hogy el lehessen állni. Tehát egyrészt tényleg lépcsőkre, fejlesztési lépcsőkre lehessen szerződni, de garantált legyen az, hogyha valaki megugorja az első fejlesztési lépcsőt, akkor tovább tud menni. Ez egy nagyon nagy probléma, hogy akár időzítés tekintetében is, ezek, ha visszanézzünk akár a támokos konstrukciókra, szinte soha nem jöttek ki időben a kiírások. Tehát ezt a fajta időzítésbeli garanciát, ezt biztosítani kell a potenciális támogatotti körnek. Tehát lépésről lépésre fejlesztés az mind a két oldalon kötelezettséget jelent. A támogatotti oldalon azt, hogy megugorják ezeket a fejlődési, fejlesztési lépcsőket. Támogatói oldalon meg, hogy valóban tervezhető lesz a forráselosztás időben is tervezhető. Erről beszéltem előbb. Igen, a szociális és helyi gazdaság fogalmának elválasztása legyen nagyon világos. Azt mondanánk, hogy akkor azok voltak a jó, amiket láttunk, de akár talán a tisztadói kérdés ezt igazolja, amikor van egy tulajdonosi szemlélet megjelenik ezekben a projektekben. Nagyon jól tudjuk azt, hogy nem lesz mindenkiből vállalkozó. Nem lehet mindenkiből vállalkozni ezekben a közösségekben. Ez egy elég nagy vitánk, nekünk nincsenek itt, úgyhogy most ezt a vitát nem fogjuk lefölteni, de a kiút programban is például. Nem lehet azt elvárni, hogy mindenkiből vállalkozó legyen, de a tulajdonosi szemlélet egészen biztosan garanciája lehet annak, hogy motiváltabbá váljanak az emberek. És a fenntarthatóságnak is egyfajta garanciája lehet, hogyha ez a tulajdonosi szemlélet ki tud alakulni. És ahogy az elején mondtam, a szociális gazdaság és helyi gazdaság szemlélet nem szabad, hogy konkurenciái legyenek egymásnak, egymást egészítsék ki. A folyamatos szakmai támogatás is nagyon fontos, ennek gondoljuk, de a folyamatos szakmai támogatás mindig azt szokták mondani, hogy kapjon folyamatos szakmai támogatást a támogatott. Valóban kellene, mert ez a technológiai tudás ez nem mindig áll rendelkezésre. Arról nem beszélve, hogy a bonyolult eljárásrendekben való eligazodás sem igazán megy, de erről délelőtt tippeleget hallottunk, de azt is gondolnám, hogy a szakmai támogatás az ugyanúgy kellene, hogy járjon a támogatói oldal munkatársainak is. Tehát az, hogyha a támogatói oldal intézményrendszere fél évente átszerveződik, és az ottani munkatársak fél évente fluktuálódnak, és például nem feltétlenül hiteles munkatársak képviselik a támogatott oldalán, az nem fog megágyazni az együttműködésnek. Márpedig itt egy hosszú távú együttműködésről kellene beszélni. Tehát folyamatosan fejleszteni kellene, és tartalmilag is fejleszteni kellene a támogatói oldalnak a szervezeti hátterét is. Petra említette, hogy mi az esettanulmányok mellett azért átnéztük, hát és ebben foglalkozunk elég régóta, hasonló támogatási programoknak a tapasztalatait, a LEADER-t, meg az LHH-t, és azt gondolnánk, hogy mind a kettőnek nagyon fontos tapasztalatai vannak ezen a területen. Még akkor is, hogyha a Tamás említette, hogy a LEADER beárnyékolják egyes esetek, amelyek elviszik az egész LEADER-nek a megítélését egy negatív irányba, de magát, mint konstrukciót érdemes lenne talán még inkább elemezni, hogy abból mit lehet kihozni még. És az LHH-nál meg ugye az időhiány volt az egyik fő ok, ami miatt gyakorlatilag az egész program hát elég kapkodva valósult meg, de a forráselosztásnak az elve, az LHH-ban alkalmazott forráselosztási elv mindenképpen megfontolandó lenne egy ilyen támogatási konstrukciónak a kidolgozásakor. Többszintű programstruktúrát javaslunk, tehát ugye nem csak a helyben kellene, hogy megvalósulnak ezek a fejlesztési lépcsők, hanem magának az egész támogatási programnak is világosan eltérő időzítésben is eltérő, tartalma is eltérő szintjei kellene, hogy legyenek. Mi egy pályotra teszünk javaslatot.
Ilyesmi fejlesztési programok nem nagyon voltak. Tehát amikor tényleg gazdaságilag elmaradó kis településeken helyi gazdaságfejlesztő programokat hosszú időn keresztül, tehát hosszabb időtárban finanszírozott volna egy támogatási konstrukció, ilyen túl sok azért nem volt. És egy kiszámítható hát finanszírozási környezetben. Tudom, hogy szerénytelenség, de én igazán egy ilyenre emlékszem, ami azt hiszem, hát 3 éves biztos volt, de nekem 3,5 éves volt, amikor mi olyan közösségeket támogattunk 2000 és 2003 között, ugye, az autonómiánál, amikor a kiinduló pont, az a, bocsánat a kifejezésén, úgy szoktuk az autonómián mondani, hogy kapirgáló, az volt a kapirgáló szint, amikor csak arra bírtuk rá a résztvevőket, hogy kezdjenek a saját rendelkezés álló területen kicsibe kapirgálni, konyhakertet csinálni, kezdjék el azt a alapvető technikai, technológiai tudást elsajátítani, mi kell a gazdálkodáshoz, emellett kaptak egy képzést, meg kaptak egy agrár szakembert, aki hát nem SWOT analízist készített velük, hanem ha kellett, akkor fölrúgta a vizes ötlet, mikor nem volt a vemhes kockázott víz, mert hogy az miért üres. És a harmadik év végére kellett ezeknek a közösségeknek, kellett, lehetett elérni oda, hogy már akkor kint, tehát közös földterületen, egy tagban, kifejezetten piacra, intenzív kultúrában gazdálkodtak. Most az arányokat nem tudom, de hát ugye nem volt 100%-os a sikerarány, de ami tanulság annak a programnak volt, az tényleg ez a lépésről lépésre módszer, és a hosszú távon is kiszabítható támogató értve finanszírozási környezet volt. Én azt gondolom, hogy mivel nincs nagyon példa, első körben azt javaslom, hogy mint a, tehát ezt egy pályatként kéne kipróbálni ezt a programot, mint a településeket kellene kiválasztani, ahol ezt a programot, ezt az új típusú finanszírozási struktúrát ki lehetne, támogatási struktúrát ki lehetne próbálni. Fontos elvnek tartjuk a mentorok alkalmazását, folyamatos jelenlétet biztosítani ezeknél a településeknél, ezeknél a közösségeknél. De a folyamatos jelenlét ez nem perzekútori szolgáltatást jelent, tehát nem a deres lehúzást és az ESZA típusú ellenőrzést, hanem valóban egy szakmai támogató jelenlétet, partneri viszonyt, ami egyrészt áll egy ilyen közösségfejlesztési, elején egy inkább közösségfejlesztő szolgáltatásban, később pedig egy ilyen hát, szakmai, akár marketing tanácsadásból is. De lényeg az, hogy fix kapcsolattartója legyen ezeknek a projekteknek. Ugyanaz az ember legyen a támogatónak a képviselője éveken keresztül. Ez is a bizalom kialakulását segíteni elő, ebben meg az következik, hogy jó lenne egy ilyen hálózatot létrehozni, amelyikre rá lehet építeni egy ilyenfajta szolgáltatást, de talán ez egybevág az, amit még a nap elején Tamás nem mondta, hogy ilyenbe gondolkodtuk. Helyzetfelmérés. Na most, amit most mondok, ez a két dolog, ez, ettől féltem, hogy erről beszélni fogok, mert ugye, ha elmegyünk egy polgármesterhez, a polgármester megkezdik, hogy na és akkor ilyen olyan stratégiája van-e, akkor a polgármester, hogyha őszint, akkor kihozza a fiókot, és azt mondja, hogy milyen fajta stratégia kell. Ez a tanácsadó cég írta meg 700 ezer forinté, ez írta meg 1,5 millió forinté, de hát nekünk ez egy fillérünkbe nem került, mert ez vagy az, vagy amaz az állami forrás adta rá a pénzt, és kiolvasta ezt a stratégiát, miért kellett volna ezt olvasni? Ki használta utoljára? Ugyan már, erre lehetett pénzt kérni, kértünk, megírták, jó van. Tehát stratégiákkal azért a magyar települések teljesen teli vannak, ezek a stratégiák viszont soha, de soha semmiféle valódi hát helyi döntést meg nem alapoztak, ez a szomorú tapasztalat. Úgyhogy én mikor azt mondom, hogy helyzetfelmérés meg fejlesztési projekt készítés, akkor nem szeretném ugyanezt. Tehát hogy azért kicsit másra gondolok, de az biztos, hogy úgy nem szabadna ezeket a projekteket kidolgozni, hogy valójában nem veszik számba azt, hogy mi van ott. És az, hogy mi van ott, az ne csak az engedélyköteles dolgokat jelent, csak egyszerűen amivel rendelkezik az a közösség, az a település. Összeírni a gépparkot, a földterületeket, ez a másik nagy kedvenc, amikor elmegyünk egy nógrádi településre, és azt mondjuk, hogy van-e föld? Nincs föld.
Az önkormányzatnak nem régen volt pedagógus föld, de azt már át, így, meg úgy, de már nincs föld egyáltalán. És közben ott áll a település közepe az ember, és elmegy ebbe vagy amabba az utcába, és nyakig ér a susnya a település szélén, mert ennek nagyjából az az oka, hogy ezek gyakorlatilag a felhagyott parcellák, amelyeknek bár van tulajdonosa, az önkormányzat nem rendelkezik a művelési kötelezettség betartásával, de gyakorlatilag ezek a földterületek teljesen műveletlenek. De az önkormányzat nem tud vele nagyon mit csinálni, mert ezek magántulajdonban lévő területek. De hogyha önkormányzat nagyon szeretné, akkor fölkereshetné a tulajdonosokat, és akár meg is egyezhetne ezekkel a tulajdonosokkal, és állattartásra, teszem azt a kecsketartásra, birkatartásra, legeltetésre ezek a területek alkalmasak volnának. Tehát azért érdemes alaposabban megnézni azt, mikor azt mondják helyben, hogy sincsen az országban sok, ahol legalább egy, tehát ne lehetne találni egy-két olyan ember, akit ne lehetne egy ilyen, hát helyi hősképző akadémiára beíratni. Nyilván ebben megvan az semmiféle áthallás itt sem a képzővel, sem az akadémiával kapcsolatban nem nagyon akartam alkalmazni, de lényeg az, hogy ha léteznek is ilyen helyi hősök, akkor is, tehát már most hősök, akkor sem szabad elengedni ezeknek az embereknek a kezét, mert igenis hasznosnak tűnik számukra a tanulmányút szervezése, egyáltalán sírják el a bajukat egymásnak, én így oldottam meg ezt, te úgy. Nagyon érdekes volt a két polgármester párbeszéde délelőtt, ugye? Ezekre alkalmat kell teremteni, és nem nagyon merev hivatalos alkalmakat kell teremteni, hanem olyan alkalmakat, amelyek esetleg valóban meg is nézik, hogy én ezt csináltam. Egymásnál tudják megnézni ezeket az eredményeket. Tehát nem formalizált, disszeminációs meetingeket kell tartani, hanem földön járó tapasztalatcsere programokat ezeknek a helyi hősöknek. Második szint, igen, a termőtevékenységet támogató eszközök. Na, az nagy kedvencem, azt én befejezem, úgyis elküldjük mindenkinek az anyagot, hogy tőkét kell juttatni. Szóval ezeknek a településeknek szerintem a legnagyobb bajuk az, hogy innen eltűnt a tőke. És nem azért tűnt el a tőke, mert valami ősgomosz elvitte onnan a tőkét, hanem egyrészt ez a tőke erodálódott, ennek számos oka van, miért vesztette az értékét ez a tőke. A másik pedig, hogy igazán nem is nagyon rendelkeztek olyan komolyan számottevő tőkével ezek a közösségek. Én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy helyi gazdaságról beszélünk, amelyiknél jövedelmet kéne generálni, tehát helyi vállalkozásokról beszélünk, és itt nem vállalkozók minden bokorba koncepcióról beszélünk, hanem a vállalkozói elv megjelenéséről, akkor ezt nem lehet tőkejuttatás nélkül. Tehát ha a tőkéhez ezek a közösségek nem jutnak, akkor abban nem lesz gazdálkodás. Márpedig jelen pillanatban egy csomó olyan problémával szembesülnek ezek a közösségek, amelyek megakadályozzák azt, hogy ami most ott van, az tőkeként tudjon működni. Az egyik nagy kedvencünk nekünk az elidegenítési tilalom. Ez egy unió szabály, hogyha valaki például az IKVEL-ben vásárolt, vagy vett, vagy mit tudom én, beruházat van, akkor 5 éves elidegenítési tilalom van arra valamire. Na most ránézésre az uniós támogatás tőkét vitt erre a településre. Viszont ez egy olyan tőke, ami tökéletesen forgalomképtelen, ergo hold tőke, tehát mint tőke nem tud működni. És ott állnak, hát iszonyat sok terpéssel fordulnak, hogy van egy felépített üzem, vagy műhely, gazdasági épületek, uniós támogatásból, és az ég egy adta világon nincsen benne semmi. Ugyanakkor, hogyha leül az ember beszélni a helyi közösség szereplőivel, akkor azt mondják, hogy hát itt nincsen, egyáltalán nincsen hely, ahol ezt a gazdasági tevékenységünket végezni. Hát de itt van, hát azt nem lehet, mert azon elidegenítési tilalom van, és az egy pesti vállalkozója, mit tudom én, vagy a helyi közösségi, amelyik, egyesületi, amelyik megbukott ekkor meg akkor, tehát nem elidegeníthetők ezek a tőkejavak. Ezt újra kell gondolni. Nem azt, hogy el kell törölni az 5 éves elidegenítési tilalmat, csak hogy ezt valahogy a józan észhez kell közelíteni, hogy ahol mobilizálni lehet ezeket a tőkejavakat, ott igenis a helyi közösség érdekében ez váljék lehetővé, hiszen ez véletlenül a támogató érdekkel is egybeesik. Két utolsó dolog, amit szeretnék említeni, az egyik az, hogy az a fajta pályázat után szerződés kötünk logika, az nem tűnik túl hatékonynak. Tehát szerződés kötünk az egész támogatási összegre, nem tűnik túl hatékonynak.
az nagyon, tehát sokkal motiválóbb lenne, hogy ezeket a helyi gazdasági projekteket úgy lehetne finanszírozni, egyrészt ugye, ahogy mondtam, lépcsőzetesség elvén, a másik pedig, hogy hát feltételekhez kötöttem. Erre nagyon jó módszer lenne, amit mi kicsibe kipróbáltunk az autonómiánál, de ezt azért nagyobban is ki lehetne próbálni, ez a kiegészítő támogatás kérdése, a matching fund. Szóval azért most azt halljuk a támogatás támogatottaktól, hogy Isten ments, hogy jövedelmet állítsunk elő, mert akkor annyira csökkentik a támogatásunkat. Ahelyett, hogy arra ösztönöznék őket, hogy szép fokozatosan kezdjenek el jövedelmet generálni. És én azt gondolom, hogy az arra kéne motiválni őket a támogatásra, hogyha valamennyit egy helyi közösség termel, kitermel, akkor ehhez kapjon kiegészítő támogatást, motiválván a minél hamarabb gazdagságek önfenntartó válásra ezeket a gazdálkodó projekteket. A másik, azt a Szabolcs is említett, az integráció kérdése. Azok az életképes gazdasági projektek, ahol integrációban valósul meg. Nem, ezek a helyi közösség nem fogják Münchhausen báró módjára kihúzni magukat a mocsárból, nem fognak egyszerre technológiát adaptálni, versenyképes minőséget előállítani, és még piacra is jutni. Ezért érdemes kapcsolódni integrátori hálózatokhoz. Aztán majd, hogyha fejlődnek, akkor majd önállósodhatnak. De akár az uborka esetében, intenzív kultúrás termények esetében, vitamin, paprika, paradicsom, gyümölcsök esetében, ott tud jól működni a dolog, van egy integrátor. Oda viszi a tudást, oda viszi a kezdéshez a megfelelő vetőanyagokat, növényvédőszer, technológiát, az nagyon fontos, és utána elkezd termelni ez a közösség, és át is veszik tőlük a megtermelt javakat. Tehát ez az integrátori rendszer, ez volt csatlakozás, ez egy nagyon üdvözlendő dolog volna ezeknél a projekteknél. És az utolsó az a szakképzés, megnézzük a támapos konstrukciókat, nincsen olyan, ahol nem álláskeresési technikák, önéletrajzíró, tréning, konfliktuskezelési technikák, szakképzés olyan településeken, ahol 50 km-es ugorú körben nincsen, egyáltalán munkahely, de azért van mi fajta szakmára, csak megtanítják ezeket az embereket, mert mindegy. Én azt mondanám, hogy szaktudás. Tehát sokkal fontosabb lenne, hogy ezek az emberek szaktudást kapnának. Nyilván nem vagyok a szakképzés ellen. A nagyon jó minőségű szakképzés nagyon fontos, de egy olyan településen, ahol egyáltalán nem vizionálható, hogy avval a szakképzéssel nagyobb lesz az elhelyezkedési esély, ott a szaktudás kellene a hangsúlyt fektetni, ahol ezek az emberek beletanulnának, motiváltan elkezdhetnének bizonyos munkafolyamatokra bekapcsolódni. És hát ugye a szokásos mantránk a Global Grant és a többiek, tehát egy rugalmas támogatási struktúra, de erre most nem beszélek. Ezt az anyagot fel fogjuk tenni az autonómia honlapjára, és el is küldjük kérést, de ez még egyelőre csak egy nyers változat, és nagyon szívesen vesszük a kritikákat, kiegészítéseket ehhez az egész anyaghoz. Köszönöm szépen! Kérdések! De hozzájuk is!